Már a sütőtökrémleves fogok készíteni. Egy ilyen zöldfűszeres sütőtökrémleves. Majd nagyon különleges desszertet fogunk készíteni együtt, egy fehér csoki sós karameltortát. Na, hát ebben már minden jó van. Ugye megsóztuk, most jön a kis savassága. Készítjük a fehér csokoládés tejszínes réteget, ugye a felolvasztott fehér csokoládéhoz hozzá fogjuk tenni most a vízbeáztatott zselatint. Gyönyörű fénye van a levesünknek, az se kihagyhatatlan a fény. Kikészítettem hozzá 150 g tejet, egy kis kanál sót, 3 dekagram vajat. Nevetni akartok, humor, meg jó zenéket hallgatni, akkor tudjátok, hogy az Emiliót kell hallgatni, nézni. Amikor már szépen besűrűsödött, akkor pedig nincs más dolgunk, mint hogy rátegyük a tortának a tetejére. Sziasztok, sziasztok, kezit csókolom, itt a Emilio vagyok, természetesen már a sütőtökrémleves fogok készíteni, egy ilyen zöldfűszeres sütőtökrémleves, mézes almásan, na, akkor ez, el is kezdem a dolgot, a főzést, van itt nekem egy kis gyömbérem, van házi tejszín, nem ez tejszín, tejfölös dobozban, mert hát a drága házi vajjal is dolgozok, úgyhogy én ezt bele is teszem a vajat. Őstermelőktől vásároltam most a vajat is, a tejszínt is, és a tejszínt tejfölös dobozba kaptam meg. Na, fölkockázzuk a vajakat, kiadagoljuk és beletesszük a serpenyőnkbe. Na! Nagyon szeretem ezt a levest, úristen. Olaszországban olyan sütőtökrém leves kaptam, hogy én is most egy kis olaszosan fogok csinálni, teszek bele majd bazsalikomot, meg mindenféle jót, amit lehet. Na, a lényeg, ebbe a vajba már én reszelek gyömbért frissen, ezt bele is rottyantom a vajba, a gyömbéres vaj. Na. Egy-két csilit, csak hogy legyen pikánsa, ugye most mindenki ilyen megfázásos történetben van. Én ilyenkor azt javasolom nektek, hogy egyetek több csípősen, az kihozza a bacikat. Na, ez a csilim is belekerül, gyömbér csili a vajba, és most egy kis jó kis vörös hagymát vágok föl. Belekerül a vajba. És szerintem még egy hagymát felvágok. Imádom a hagymát minden formájába. Na. Ezt most ledinszteljük a hagymát. Ugye van benne gyömbér, csili, adok rá egy kis kakaót, már a indukciós edényünkre. Egy kis só nem árt a hagymánkra. Na, ugye az az igazság, úgy jött ez a főzés tegnap, képzeljétek el, nem ettem húst, mert nem kívántam a húst. Vannak ilyen napok, mikor azt mondom, hogy
Heroton van, és tegnap sütöttünk egy kis tököt a feleségemben. Na most már ez erőle le van sütve, ez a tök, úgyhogy tök jó, hogy lesütöttem előre. Úgyhogy amúgy, aki sütőtökrémlevest csinál, az 200 fokon tegye be egy olyan 1 óra, 1 óra 20 percre a tököt, és akkor ezt az állagot kapjuk meg. Na! Na már dolgozik a hagymánk is. Én még megbolondítom egy gerezd fokhagymával. Ugye a fokhagyma, annak vannak nagyon sok jó hatásai. Vértisztító és vérnyomás csökkentésére is használják. Na, úgyhogy már átmegyek patikusnak. Emilio patikus, lehet nyáron nyitok egy patikát, de nagy dolog lenne, ha Emilio patikára vert egy állt. Na, patika lesz a leves amúgy, gyönyörűen a hagymánk is ledísztelődött, és most, hogy meglegyen a levesnek a savassága, fölaprítottam egy kis almát, és én ezt az almát beleteszem a leves, vagyis a fokhagymás csilis gyömbéres vajas történetbe. Na, hát ebben már minden jó van. Ugye megsóztuk, most jön a kis savassága, nagyon gusztal. Már eleve már jó dolgok vannak, én már ezt meg tudnám halózni. Na, kicsit az alma megrottyan. Minden ételnek megvan a maga szépsége. Ugye ez a leves, ez azért szeretem, mert ez egy ízgazdag leves. Nagyon ízgazdag leves. Most már, hogyha az alma is rákerült, akkor most jön a fűszerezés. Ugye a hagymának a legjobb barátja a kakukkfű. Használjátok-e bőven. És én már ezt a kakukkfűvet rá is teszem, gyönyörűen. Kakukkfű. Hát most már az illatok megérkeztek. Megérkeztek a drága illataink. Illatfelhők. Hát ez pazar, ez pazar. Kakukkfű után teszek bele egy kis szerecsendiót, már leöröltem, figyeljetek. Érzéssel, én olyan kicsit kevesebb, inkább ha én főzöm, a kakukkfű több arányban van, mint a szerecsendió. Na, ezt is elkeverjük. Azt a mindenit, a csilis, itt benne van minden finomság. És akkor ez is egy termelői méz, mivel mondtam, hogy termelőktől vásároltam ma. A drága házi méz fogok használni a levesnek. Ugye mondtam, hogy én támogatom a hazai termelőket, inkább nem a multikat támogatom, úgyhogy ha tudtok, ti is támogassátok a hazai termelőket. Ez már gyönyörű. Én még teszek bele egy kis kakukkfűvet. Már a karamellizált alma. Gyönyörűen. Hát gyerekek, ez gyönyörűen átöleli már az alma szeleteinket. És akkor most már a sütőtöknek a velőjét, vagy a húsát, én azt kikanalazom, vagyis már teszem bele a levesünkbe. Ugye gyönyörűen elvált a húsa, elvált, ez gyönyörű. Hát előre, hát drága szép Tinámmal úgy ettük tegnap este, olyan jó esett minket, hogy ez a drága sütőtök, imádtuk. Mondtam nektek, körülbelül egy órára tegyétek be, 1 óra 20 percre. Ez gyönyörűen elvált már, látjátok?
Na, most ezt össze is dolgozzuk. És akkor egy kis húsleves alaplét használok. Megérkezett a darazsunk. Ő tudja, mi a jó. Kis húsleves lével ezt már a leves alaplevünket még egy kicsit elkeverem csomómentesre a húsleves lé segítségével, és utána természetesen, aha, most már jöhet a húsleves alaplevünk. Ez körülbelül volt egy olyan másfél liter húsleves alaplénk. Gyönyörűen most a levesünk rottyan 2-3-at. Én azt mondom, hallgassunk egy kis hangulatos zenét, jöjjön Malumától egy dal. Hoppá! Se rumore que su nombre María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Francia, baby, qué elegancia. Perfume Chanel Dior, baby, qué fragancia. Está rica, delicious, you look scrumptious. I just wanna be inside, feel your emotion. Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo. ¿Por qué no hablas de frente, baby? Háblame claro. En este cuento yo no quiero ser el malo. No mandes señales, vámonos directo al grano. Dime si tú y yo nos vamos a un lugar lejano. Sigue ese movimiento, todo, 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 todo. Se rumora que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Levettük a levest, és most egy kis bot mixerrel, Artbox-t mixereljük. Gyönyörűen krémesedik a levesünk. Az állaga csodálatos. Hát ez egy igazi őszi leves. Jönnek a hidegebb, borongós idők, lehet moziba járni, jót filmezni. Akár a Sláger TV-t hesszelni, a bátyját, drága családomat, jókat halózni, meg nevetni akartok, humor, meg jó zenéket hallgatni, akkor tudjátok, hogy az Emiliót kell hallgatni, nézni. Na, megvolt a marketing, úgyhogy a levesünk az gyönyörű, és visszateszem a levesünket, még rottyanni, kettőt. És akkor most, mivel krémleves, most ezt a drágia házi tejszínt, ami nagyon-nagyon zsíros tartalmú, én akkor ezt én... bele is keverem a levesünkbe. Körülbelül egy olyan 4 deci tejszínt használtam, másfél liter alaplét. Ez rottyan 2-t. És akkor most természetesen frissen a kis bazsalikum leveleket beletépem, és összevágom. A levesünkbe bele is teszem ebbe a gyönyörű levesbe.
bazsalikum, ebbe van akkor szerecsendió, kakukkfő, alma, fokhagyma, chili, gyömbér. Gyönyörű fénye van a levesünknek, az se kihagyhatatlan a fény, mivel ez a drága, jó minőségű tejszín, mivel krémleves, a krémlevesből ugye kihagyhatatlan a tejszín. Na, úgyhogy rottyan kettőt a leves, én amondó vagyok, hogy amíg rottyan kettőt a leves, és nem sokára kész van, nem sokára tálalom, szervizelem, hallgassunk egy kis Shakira zenét, Shakirától az új dalát, nagyon-nagyon kamázom. Küldöm nektek sok szeretettel. Shakira! Won't you put down your phone and look me in the eye? Got all dressed up for you, but you seem so occupied. Maybe space is all it takes. It's time to fix us. Don't let your mind think of someone else. Someone else. I need to do something for myself. Itt a drága ősz, mindenkit vár, én sok szeretettel elkészítettem nektek egy sütörtökrém levest, fogadjátok sok szeretettel tőlem, főzzétek le nyugodtan, mert isteni ez a leves, otthon bebújtok a tévé elé pokróccal, nyugodtan fogyaszthatjátok ezt a levest. Ezt lehet ezt a levest chipszel, sajtchipszel, én egy kis békönchipszel készítettem nektek. Sok szeretettel. Így. És akkor egy kis csilis olajjal megbolondítom a végén ezt a levest. Jó étvágyat kívánok nektek. Csókolak, jó egészséget, vigyázzatok, ahogy meg ne fázzatok. Öltözzetek rétegesen, és főzzetek jókat, nézzetek minket. A Tinával és az Emiliót nézzétek, mert jobbnál jobb receptekkel jövünk hétről hétre nektek. Csókolunk benneteket a legnagyobb tisztelettel és szeretettel. Sziasztok! Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ma egy nagyon különleges desszertet fogunk készíteni együtt, egy fehér csoki sós karameltortát. Tehát ez egy összetettebb torta, én azt mondom, hogy inkább a haladóknak ajánlom, de lehet akár ez egy kirándulás azoknak is, akik a sütés terén még csak most kezdenek belebonyolodni így a sütés mély bugyraiba. Én ezt 4 tojásból fogom majd készíteni, 80 g cukor, 80 g liszt, 4 tojás értelemszerűen ketté lesz választva. Egy 24-es torta karikát én kibéleltem most sütőpapírra, és ebbe fogjuk majd a piskotát elkészíteni. És azután, miután a piskotát majd kisütöttük, hagyjuk kihűlni, közben el fogjuk készíteni majd a krémeket. Ugye lesz egy karamelles krémünk, ehhez lesz majd itt nekünk 10 dekagram kristálycukrunk, amit karamellizálni fogunk, lesz egy kis kanál sonk, lesz szükségünk hozzá még egy 1,5 deciliter tejszínre, 250 g mascarpone-ra, 2 deciliter felvert tejszínhabra, valamint 4 zselatinlapra. Ez lesz majd
a karamelles, sós karamelles tejszínes réteg, és lesz majd egy fehér csokis tejszínes rétegünk is. Ehhez itt már én 1 deciliter tejben 10 dekagram fehér csokoládét, egy picit vanília aromát és egy vaníliás cukrot feltettem, ezt majd vízgőz felett fogjuk felmelegíteni. Aztán hozzá fogunk majd adni 250 g mascarpone-t, és aztán 2 dl felvert tejszínhabbal fogjuk majd a krémet lazítani. Ugye ezeket a krémeket fogjuk majd a piskottának a tetejére rárétegezni, és ezután majd bemegy a hűtőbe, az idő alatt pedig el fogjuk készíteni rá a sós karamelles öntett réteget. Na, álljunk is neki. Először is a tojásfehérjét a cukornak egy kevés részével, jó kemény habbá fogjuk verni, hát vagyis nem kell annyira túl kemény habbá, inkább azt mondom, mint egy ilyen sűrű tejföl, olyan sűrűségűre fogjuk verni a tojásfehérjét. Miután ezzel megleszünk, akkor pedig a tojássárgát értelemszerűen a cukorral fogjuk majd fehéredésig keverni. El is készül. Ilyenkor nem szükséges cserélni keverőfejet. Jön a tojássárga, ezt is nagyon gyorsan ki fogja a gépünk dolgozni. Az a fontos, hogy a piskoltát minél előbb tegyük be a sütőbe, hogy az el tudjon kezdeni sülni, hiszen ugye ez egy 20 perc, kisül, ki kell, hogy hűljön, mert melegen nem tudjuk ugye a tejszínes krémet beletölteni, de viszont ameddig a piskoltánk hűlni fog, addig tudjuk készíteni a krémeket fokozatosan. Na, én úgy látom, hogy ez most már jó is. Egy szépen beleforgatjuk a lisztet. Jól elkeverjük benne. Most pedig jöhet hozzá tojásfehérje. Először egy keveset teszünk hozzá, ezzel föllazítjuk a masszát. Most pedig jöhet hozzá többi. Hogyha valaki bizonytalan a piskóta alappiskotta készítésében, akkor egy pici sütőport alkalmazhat. Én nem nagyon szoktam, ritka eset, hogyha teszek a piskotához, mert attól egy kicsit olyan szivacsosabb állagúvá válik a piskotánk. Jöhet is bele a torta formába. Szépen belegyengetjük, és akkor ez már mehet is besülni. Ezzel gyorsan beszaladunk a sütőbe, körülbelül egy 20 perc, figyeljünk rá, azután pedig jövünk és folytatjuk a krémeknek a készítését és a tortának az összeállítását. Na, kisült a piskotánk, közben itt egy darázs repkedik nekem jobbra-balra, és a habtejszínt azt most elkezdjük fölverni. Erre ügyeljünk, hogy túl ne verődjön, mert ha jó minőségű tejszínt használunk, az azért pikpak felverődik. Na, közben alágyújtunk itt a karamellünknek. A 10 deka cukrot elkezdjük szépen karamellizálni. Ilyenkor ajánlatos ilyen jó tapadásmentes száraz serpenyőt használni. Közben azért ide is ide kavarunk, hogy ez se égjen le nekünk, és a tejszín, ami nagyon fontos. Tejszínnek most már szerintem nem kell sok, 1 perc, tökéletes. Úgyhogy ezt szépen le is állítjuk. És most ugyanünk a karamellre, úgyhogy most szépen várunk, amíg ez itt karamellizálódik. Hogyha megkaramellizálódott a cukor, akkor utána rátesszük majd a tejszínt, a sót, hozzá fogjuk majd a mascarpone-t tenni, és ugye a 4 darab zselatilapot, amit szépen beáztattunk majd a vízbe, és aztán utána be fogjuk áztatni a másik 3 zselatilapot is, hiszen majd az megy a fehér csokoládés krémhez. Ezzel megvagyunk, most lejjebb vesszük a hőfokot,
jöhet hozzá a tejszín. Most addig fogjuk szépen alacsonyabb hőmérsékleten forralni, amíg teljesen a karamell fel nem oldódik benne. Utána hozzá fogjuk majd keverni a mascarpone-t, azzal ugye vissza fogjuk hűteni egy picit a hőmérsékletét, és azután fogjuk csak beletenni majd a tejszínt, hiszen ugye ha forróba beletennénk a tejszínt, akkor az összeesne. És akkor most át fogjuk tenni egy ilyen keverőtába. Ezzel vissza is hűtjük a karamellt. Látjátok, hogy milyen szépen föloldódott. Kóstolunk egyet. Megvan az a jó, kellemes, édes kis sós íze. Közben itt a piskótán ki is hűlt, úgyhogy jöhet vissza rá piskótakarika, és most pedig ehhez fogjuk, hozzáadjuk a zselatinlapot is, elkeverjük, és egy picit a vízgőz fölé fogjuk tenni, hogy megolvadjon benne. Na, a zselatin az szépen föloldódott, megnézzük a hőmérsékletet, pont jó. Jöhet hozzá a tejszínnek a fele. Először egy keveset adunk hozzá. Ilyenkor már azért óvatosabban dolgozzunk, hogy ne törjük annyira meg a habunkat. És akkor tölthetjük is a piskótára. Ezt most elterítjük rajta, betesszük a hűtőbe, készítjük a másik krémet, azt is rárétegezzük, és akkor a legvégén pedig jön rá egy ilyen sós karamellöntett réteg. Úgyhogy én ezt most be is teszem itt a hűtőbe. Készítjük a fehér csokoládés tejszínes réteget, ugye a felolvasztott fehér csokoládéhoz hozzá fogjuk tenni most a vízbeáztatott lapzselatint. Kicsit visszamelegítjük, hogy a zselatin elolvadjon, benne le is kapjuk most a tűzről. Jön hozzá 250 g mascarpone. Elkeverjük benne. Csomómentesen, hogy szép egynemű legyen, és aztán jön hozzá a tejszínhab, és mehet rá majd a következő réteg, ezután szintén visszatesszük a hűtőbe, és amíg visszatesszük a hűtőbe, hogy dermedjen, elkészítjük a sós karamellöntetet. A sós karamellöntethez én már ide kikészítettem 10 dekagram cukrot, kikészítettem hozzá 150 g tejet, egy kis kanál sót, 3 dekagram vajat, fél deciliter vízbe beletettem 10 g zselatint, amit én már itt beleáztattam, és ebből fogjuk majd elkészíteni hozzá sós karamelles öntetet. Na, ezzel nem vagyunk. Jöhet bele a maradék tejszínhab. Eldolgozzuk. Kivesszük a tortánkat a hűtőből. És akkor jöhet rá a következő krémréteg. Jó, ezzel most vissza fogjuk tenni a hűtőbe, hogy megdermedjen, és ennek a tetejére fog majd jönni a sós karamellás öntet. Épp.
Na, tehát itt úgy fog kinézni a történet, hogy megkaramellizáljuk a cukrot, azután, hogyha a cukrot megkaramellizáltuk, hozzá fogjuk adni a tejet, hozzá fogjuk adni a sót, hozzá adjuk a vajat. Szépen addig fogjuk főzni, amíg ez az egész el nem olvad. Tehát a cukor, amíg el nem fog szépen olvadni benne. Azután pedig kikevertünk 6 g keményítőt, hát egy körülbelül egy 2,5-3 evőkanálnyi vízzel. Hozzá fogjuk utána adni a keményítőt, valamint hozzáadjuk majd a zselatint, amit vízben már feláztattunk, és tulajdonképpen ezt fogjuk majd a tortának a tetejére ráönteni. Úgyhogy most már várunk szépen a karamell, hogy olvadjon. Na, a karamellünk az közben itt nekünk meg is olvadt, úgyhogy jöhet rá a tej. Itt lesz a vízbe tett zselatinunk is, amit majd hozzá fogunk adni. Na, a cukor kellően felolvadt, most már jöhet hozzá a zselatin. Visszahűtöm ezt a karamell szószt, hogy rá tudjam önteni, és most szépen megy be a hűtőbe, és most tényleg hagyjuk, hogy hagyjon össze. Na, elkészült a tortát. Na, hát puding próbálja az evés, kóstold meg. Na, ez milyen? Sós karamellás fehér csokis. Nagyon finom. Gyerekek, ezt ajánlom, tényleg csináljátok meg. Uratoknak, férjeteknek. Karamellünk az közben itt nekünk meg is olvadt, úgyhogy jöhet rá a tej, a só, jöhet a vaj, és akkor most ezt egészen kis pici lángra vesszük, és szépen addig fogjuk ezt is főzni, amíg ezek a cukordarabok, karamell darabok fel nem oldódnak benne. Úgy. Közben ugye itt a keményítő, amit elkevertünk vízzel, és akkor itt lesz a vízbe tett zselatinunk is, amit majd hozzá fogunk adni. Ezt itt szépen kisebb lángon hagyjuk, hogy főjön. Körülbelül ez egy olyan 2-3 perc, elolvad benne, és akkor jövünk is a további folyamatokkal. Na, a cukor kellően felolvadt, most már jöhet hozzá a zselatin. Úgy, hagyjuk, hogy ez is teljesen elolvadjon benne. És most pedig jöhet hozzá a vízzel elkevert keményítő is. És most szépen addig fogjuk főzni, amíg be nem fog sűrűsödni. Amikor már szépen besűrűsödött, akkor pedig nincs más dolgunk, mint hogy rátegyük a tortának a tetejére, azután pedig a tortát behelyezzük a hűtőbe. Hát én azt mondom, hogy ha valaki tudja, akkor minimum egy estére hagyja bent a tortát, és a két krém között is hagyja meg jól kidermedni, mert sajnos nekem nem volt most időm, hogy jól ki tudjon dermedni az egyik réteg, és hogy úgy tegyem rá a másik réteget, úgyhogy valószínű, hogy nekem egy kicsit a két réteg most összevegyült, de hát ez sem probléma igazából, de akkor viszont sokkal szebb a rétegezése a tortánknak, hogyha hagyjuk szépen kidermedni mind a két réteget, és utána helyezzük rá majd ezt a sós karamell szószunkat. Na, ez itt szépen kezd sűrűsödni. Én már el is zárom alatta, és akkor hozom is a süteményt. Remélem, hogy annyira már kidermedt, hogy rá tudjam tenni. Na, az a nagy helyzet, hogy ugye nekem még nem dermed ki teljesen a krémem, úgyhogy egy picit én most itt visszahűtöm ezt a karamell szószt, hogy rá tudjam önteni. Hát minél több időt tölt a hűtőbe, annál jobb. De hát ugye, mint mondtam, hogy nekem azért
az idő az sajnos engem szorít, és hát nem úgy vagyok, hogy elkészítem előtte egy nappal, mert az lenne a legjobb, ha elkészíteném, és akkor utána csak hopp, kicserélnénk, és mint egy varázs szóra ott az elkészített torta. Itt ez a varázsa ennek a műsornak, hogy itt tényleg minden akkor készül, de hát megvan ennek az előnye, és megvan ennek a hátránya is. Picit még visszahűtjük, és akkor utána rácsurgatjuk az öntetet. Azért kóstolunk egyet. Ami nagyon jó az íze. De ezt, hogyha egy, akár egy palacsintára elkészítek ezt a sós karamell öntetet, az is nagyon finom tud lenni, vagy más egyéb desszertre. És akkor most próbáljuk úgy ügyesen eloszlatni rajta, hogy az jó is legyen. Megoldásos módszerrel fogom. És most szépen megy be a hűtőbe, és most tényleg hagyjuk, hogy hagyjon össze. Úgy is megcsinálhatjátok, ugye, hogyha teljesen ki van dermedve a süteményetek, akkor ugye ráöntitek a karamellöntetet a tetején, és akkor teljes réteg karamellt kaptok, de hogyha viszont úgy csináljátok, mint én, hogy ugye nincs idő, és hajt az idő, akkor viszont ráöntitek, és szépen elegyengetítitek rajta, és akkor ezt a márványos réteget kapjátok. Nem baj, egyszer majd csak kimondom. És most megy be a hűtőbe. Minimum egy óra hossza. Dolna felé visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam. Rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötét. Sugaras éjszakába Sió mentén gyalogolok. A víztükörbe meglátom őt, engem bámul, nagyon morog. Beleállok én a harcba, álmodnék, de ő nem hagyja. Makacs összvér ez az emlék, nem fogadnám, gyenge lennék. Dolna felé visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam. Rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben. Na, hát megpróbálkozunk a sós karamell tortáknak a felvágásával. Körülbelül egy jó másfél órát azért eltöltött a hűtőbe, úgyhogy remélem, hogy kellőképpen kidermed, de mondom, én mindenkinek azt ajánlom a biztonság kedvéért, hogy azért a minimum 2-3 óra hossza, de hogyha előző nap elkészítik, az a tuti. Úgyhogy most vágunk is belőle egy szeletet. A tetejét azt lehet még egy kis tejszínnel díszíteni akár, de ez most tényleg még nagyon-nagyon friss, úgyhogy remélem, hogy ízre is jó lett. Szerintem biztos, hogy ízleni fog mindenkinek, próbáljátok ki, láthatjátok, hogy ott a belsejébe is jól becsurgott a karamell, ugye, ahogy töltöttük rétegesen, úgyhogy próbáljátok ki a receptet. Sziasztok! Pero está firme en la playa. Pescador de mar.
elkészült a tortád? Na, hát puding próbálja az evé, és kóstold meg. Na, ez milyen? Sós karamellás fehér csokis. Nagyon jó. Na. Hát ha Emilnek ízlik, akkor én azt gondolom, hogy próbáljátok ki ti is a receptet, süssétek le. Mint mondtam, ugye a rétegezést azt nagyon szépen akkor tudjátok megoldani, hogyha a krémek közt van ideje a süteménynek dermedni, mielőtt egyik-másik krémet rátöltitek. De hogyha úgy csináljátok, mint én, nincsen időtök, akkor is igazán jó lesz, csak akkor ilyen márványos lesz rajta a máz, mert ugye összefog... tehát vegyítődni a krém, de hogyha van ideje szépen kidermedni, akkor ez a máz, amit rátettünk a tetejére, akkor az gyönyörűen egy rétegben meg fog rajta maradni. Nekem így jobban tetszik. Igen, hát ez így ilyen márványosabb lett. Én majd csak egy nagyon picit várjál a felét. Hú, micsoda ugatásban vannak. Nagyon finom, gyerekek, ezt ajánlom, tényleg csináljátok meg. Uratoknak, férjeteknek. Könnyű, és ugyanakkor ez a pici sorsság, ez nagyon jó ízt ad neki. Nagyon. Süssetek, főzzetek, sziasztok! Mondd meg, hogy miért csinálod, te már úgy sem vágod, hiszen már csak kiülöl éppen, ezt mire bírjam. Értem, élted, de mit remélsz? Kicsit őrült ez a lány, ma ez a hibája. Vártam rá, hogy újra itt legyél, de a múltból oly sok minden elkísér. Úgy eltűnnék veled, de semmiben. De te úgy sem jössz el, de te úgy sem jössz el. Nem kell félni, hogyha menni kell. Őszintének menni úgy sem mersz. Hogy mi van velem, neked úgy sem számít. Téged a pillanat az, ami elcsábít. Hogy mi van velem, neked úgy sem számít. Téged a pillanat az, ami elcsábít. Mondd meg, hogy miért csinálod, te már úgy sem bánod, hiszen mások kiülöl éppen, ezt mire bírjam. Értem, érted, de mit remélsz? Kicsit őrül ez a lány, ma ez a hibája. Ne szóljon hozzánk most már senki sem, nem kell mindennek elvesznie. Ha kérhetném tőled, hogy úgy néz rám, ahogy nem is olyan rég, ahogy nem is olyan rég. Ellöknél magadtól messzire, de érzem, nem kellek, maradjunk ennyiben. Mi van velem, neked úgy sem számít. Zöld borsókrémleves fogok csinálni, egy nagyon izgalmas feltétel. Kevert süteményt fogunk készíteni, ami nem más, mint egy gesztenyés almás kevert süti. Ez a póréhagyma belekerül a tejbe, zsíros tejbe. Érdemes, amikor a lisztet beletetni, tesszük, akkor egy kicsit visszamenni a sebességnek a fokozatán, mert kicsap a liszt. A rák darabokat már bele is teszem, átforgatom a csilis fokhagymába. Tálaláskor az lehet esetleg hozzá egy kis fahéjas porcukrot tenni, vagy csak sima porcukrot, vagy ki mivel szeretné. Olyan erős a csilink, hál' Istennek dolgozik. Elkészült a gesztenyés almás kevert sütink. Próbáljátok ki ti is a receptet.